Sziasztok, én Rapó vagyok, ez pedig itt újra a Minecraft Hexit. Folytatjuk tovább a kalandozásainkat a vadonba. Milyen jó hangzik. Előző részben ott az volt, hogy ugye a házam alatt lévő dungeont, hát nagyon nagy jó sikerrel sikerült kifosztani. Úgyhogy annyi cuccunk lett, közben itt szétpakolgattam mindent rendezve. Hogy látjátok, ezek meglettek. Lett egy Hexical Essence-ünk is, tök jó. Amíg keresek, jó sok egy cuccunk. Meg hát van, úgy látunk, a bőztó, meg minden. Tudjuk, honnan van nekem ennyi? Ja, gondolom a bányászat. Mindegy. Az már mindegy. 34 vas, úgyhogy szinte mindennel tele vagyok. Meg még ebbe a táskákból még kise pakoltam, csak így pár dolgot így kivettem belőle, ami fontos volt. A ruhám, hát a ruhám az eléggé széttört. Úgyhogy lehet, hogy le fogom cserélni, amit csak tudok, mert a mai részben pedig arra készülök, hogy azt, amit mondtam, hogy ezt meg kéne nézni. De lehet, hogy ezzel még várni kéne egy kicsit másik páncélig, vagy nem tudom. De mindegy, az a lényeg, hogy valami olyan helyet kell találni, ahol majd fogok élni. Ha nem sikerül, akkor lehet, hogy ebbe fogok beköltözni, de ez viszont tényleg nagyon nagy lenne nekem. Úgyhogy ezzel még gondolkozok, hogy hogy legyen. Nem tudom. De most felfedező útra indulunk, és ezeket itt megnézzük. Ezt a felfedezetlen részt a havas területen, hogy ugyanott mi is van. Ahogy nézem, még erre is van havas terület, mert érdekes havas terület, ezt nem is tudom, hogy most ez most mi lenne, mert valami furcsán töltötte be a pályát, főleg így, de így meg jó. Na mindegy, értitek, majd megnézzük. Úgyhogy most kalandozni fogunk mindenfelé. Itt a jó kis kardommal Giant Sword, meg van nálam még ilyen, és ezt is berakjuk. Ez is jól jön. Úgyhogy induljunk is el, aztán hogyha nem tudom, megcsináljak másik felszerelést. Mennyi időre lenne ez még elég? Hogy viszek pót felszerelést. Sisak? Hát sisakot egyelőre ezt használjuk el. Mert ez, meg ez. Nézzük, vagy protection-os. Na jó legyen ez. Gatyának ez. És akkor minden megvan. Még itt van ez is, Frezerite helmet. Ez befagyaszt mindent. Ha jól tudom. Ja. Így, és akkor nem hiányzik semmi. Oké, hát hogyha eltörik valami, majd átveszem, vagy majd egyszerre lecserélem. Na, amúgy közben rájöttem, hogy én egy csomó fölösleges, ehetetlen dolgot ültettem a kertembe. Mert például ez egy gyapot. Na most nem tudom megenni. Ez szerintem csak állatokat lehet vele etetni. Ez meg fogalom... Nem ez... Ezé? Csokobóra, nem ez jó? Ez a... Kimondhatatlan nevű étel. Ami nem étel nekem. A búzám meg nő. Ja, igen, és valamelyik zombitól kaptam krumplit, úgyhogy el is ültettem úgy, ahogy van. Ezt még a izébe, dungeonbe kaptam, nem tudom melyiktől. Úgyhogy úgy el is ültettem, aztán megvárjuk, hogy kinőjön. Hol járunk? Napügyileg. Onnan kell. Jó, akkor még van idő. Várjunk, csak elviszem az ágyamat. Elviszem az ágyam, mert hogyha valahol ér az este, hát akkor jó lenne. Esetleg... nem ott van. Esetleg aludni. Nem szeretnék persze este mászkálni. Na, először is akkor erre elkezdünk menni, és akkor azt a nagy bigyót nézzük meg, hogy az végül is mekkora, mik vannak benne. Mert hogyha van ott egy kisebb rész is, akkor oda költözök, de az viszont nagyon nagy lenne nekem. Azért is mondtam, hogy nem akarok abba beköltözni. Arra felé van. Ha jól látom a térképen, arra mutatja ott azt a nagy valamit. Úgy van, essél-e. Le is esett. És akkor át is kéne oda cuccolni. Az lesz a nem kevés, mert nagyon sok cuccom van. Hát ez lehet, hogy ez tényleg videón kívül, mert most kit érdekel, hogy oda-vissza szaladgálok a két hely között. És viszem a cuccokat. Szerintem nem sok mindenkit. Jaj, itt egy hegy előttem. Folyó hegy. És a hegy mögött ott majd látni fogjuk nem sokára. Vízbe, vízbe, az.
Mi francot keres itt egy pálmafa a semmi közepén, a havas területen? Mindegy, ő tudja, ide született. Na, valamelyik, azt hiszem, arról megkerülöm. Itt van úgyis a vége. És ott is van. Na. Na nézzük, mik vannak itt. Úgy látom, hogy eléggé be van védve. Úgyhogy ezt nem próbálom meg... Mi a franc... Ja, ó. Hát persze. Itt íjjal kéne jönni, hogy le tudjam őket nyilozni egy infinitissel. Na nézzük, elég behevetetlennek tűnik. Még pingvin is van. De jó, fogva tartanak pingvineket, az viszont nem jó. Jó, tehát akkor ez ilyen, mögötte semmi. Még erre akkor nézzünk el. Az viszont észrevett szerintem. Milyen erőset lőzte? Vérem. Innen nem lát. Meglősz? Ahó. Na, lőj meg. Azt a mindenit. Wow. Na jó, hagyjuk. Wow. Ez így két lövésből leveszik az életemet. Azt hiszem, ezeket nem most cuccba kéne megtámadnom. Wow, hú. Oké. Okay. Ne remélem, egyetértitek velem, hogy ezt úgy békén akarom hagyni egyelőre. Az a baj, ha az egész ilyennel van tele. Ott a bejárat amúgy. Jó van, hát... Ez így sikertelen próbálkozás. De jó, hogy megnéztem, hogy mekkorát lőnek, nem csak berontottam rájuk. Enyhén meglepődtem volna, amikor kb. Jön előttem három ijász és leszednek. Mindig van, még mindig nem, nincs teljesen betöltve. De hosszú. Összekapcsolódik egy másik havas résszel. Azóta jól látom egy ilyen lepukkant ház. Lepukkant weekend ház. Jaj! Kutyus, ne ijeszges. Ez a nagy erdő az FPS-nek se tesz jót. Főleg mikor tölti befelé előttem a pályát. Ah, nézzétek, nézzétek! Ez az! Még egy. Ezeket jó lenne figyelni. Nem tudom, elszaladtam-e már mellette. Párszor. Kutyukát is tudok befogni most már. Lehet buksim. De ez majd később. Aj, nem megint egy ilyen, amiben voltam? Amiben lakok. Még egy, ez az. Most már ezeket nagyon figyelem. Ez nem olyan. Kicsit másabb, de most erre nem vesztegetjük itt az időnket. Még egy kutyuka. Nem, semmi. Igazán lehetne egy erődítményszerűség, ami azok szoktak lenni ilyen kisebb hegyoldalba épített erődök. Én például olyanba beköltöznék. Itt most nem akarok az építkezéssel foglalkozni nagyon. Azt ott ki tudnám pótolni, amit kell, aztán annyi. Értitek? Most epám, kijövök innen. Most nem azzal akarom főleg Hexitbe tölteni az időt, hogy na akkor milyen is legyen a házikom. Á, erre semmi. Vissza. Ez erdő, havas erdő szélén szépen el. Ezt visszük. A bokor kell. Fincsi gyümölcsök teremnek rajta. Bogyók. De bogyóevő leszek, ha nem lesz más kajám.
Ami előfordulhat, persze ilyen nagy izé mellett. Annyi kajám van otthon, hogy hihetetlen mi. Abban reménykedek, hogy nem fog éhen halni. Elviszem. És erre se semmi. Látjátok, semmi. Nincsen. Hát ti is jókor jöttek, mikor már van ágyam, nem hogy akkor, mikor nincsen. Hát ha már itt vagyok, akkor cukornádat viszek, jó lesz majd. Amúgy az jutott eszembe, hogy ott volt a sok könyv a izébe, házam alatt, tudjátok, abban a dungeonben, az előző részbe. És lehet, hogy kellett volna hozni belőle, bár mondjuk helyem sem volt, akkor mindegy. Majd le lehet menni hozzá. Mert szükségem lesz könyvre, akkor azt a helyet ott újra kibontom, lemegyek könyvért. Főleg, hogyha az enchantolós szobát akarom építeni, akkor nagyon jó lesz. Na, semmi, itt semmi. Bocik. Már lehet, hogy most a bocikat megölöm. És alszok. Húra nem lehet lerakni. Jaj, de finnyes ez az ágy. Vagy Steve. Még jó, hogy elhoztam magammal. Na, havas terület mellett sivatag. És erdővel vagyok körbe véve mindenhol. Oké, hát akkor elindulok visszafelé, és akkor ezt megnézem, mert ez nem tudom, hogy mi lenne. Most csak bebugolt, és azért mutatja, hogy... Amúgy, várjunk csak. Ott megint kezdődik egy havas. Na jó, mindegy, most ezt hagyjuk. Eszik a rókák a bárányokat. Szegény báránykáink. Meg fognak halni róka által. Farkas által inkább. Mert a róka az nem ez. Csokobót se látok a környéken. Pedig az jó lenne lovagolni. A végén még ott fogok maradni, amit találtam. Ha nem lesz meg semmi. Mert én nem most még ilyen messzire, hogyha itt találok is valamit elcipegedni mindent, eléggé macerás dolog lenne. Max majd, hát kiegészítem. Úgy lehet mondani, kinek hogy tetszik, ahol most lakok, esetleg az, hogy maradjak-e ott, vagy mindenképp keressek másikat. Vagy esetleg, hogyha elfoglalom ezt, akkor ide költözzek be. Mert szerintem azt fogjátok mondani, hogy ide költözzek be. Úgy azt vettem észre, hogyha egy ilyen spawnolóshoz oda megyek, leszpavnol, utána elmegyek tőle messzebbre egy idő után, mint hogyha eltűnne. Ez is lehet egy megoldás. Látjátok? Nincs. Nincs ott. Azok is, amik ott voltak, eltűntek. Ez ugyanolyan, mint amikor az első izébe. Ott bementem, ahol most lakok. Ott is ott volt az a csontváz. És egy idő után eltűnt, azért nem tudtam, hogy hol van. Nem értem ennek mi értelme van, mert például ennyi kész, és nincs több. Ott még ott vannak, ha azokat is leszpavnoltatnám, akkor eltűnne, de mondjuk úgy meg már nem sok értelme lenne a játéknak, bejutásnak, meg minden ilyennek. Ó, de profi vagyok. Eltalálom azt a két blokk vizet a földön.
Na. Kajáról ne felejtkezzünk el közben. Hopsz. Na jól van. Nézzük, még arra elnézek. Ez most ilyen szaladgálós részre sikerül. Keresgélném a helyet, ahol tudok élni. De egyelőre. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy Creeper. Nagyon úgy néz ki, lehet, hogy akkor maradok ott. És akkor majd, hogyha szeretnétek, akkor abba a nagyba beköltözök. Az is jobb, mint a semmi. Nézzük erre, mit mutatsz nekem térkép. Ó, ott egy dungeon féleség. Ha az az egyáltalán. Ez az lesz csak. Ez lefelé megy. Vagy semmi. Nem, ez semmi. Jó. Mi? Hú. Kicsit most belaggoltam. Jó, de ez semmi. Na, megtaláltam! Én azt hiszem most megtaláltam, amit kerestem. És nincs olyan messze. És találtam még egy Hexical Essence-et is. Ez mindennél jobb. Valahol még Hexical Essence esetleg? Na. Ott gyémánt volt a falban, láttam, majd kibányászom. Mi van itt? Innen fel lehet úszni hozzájuk, nem? És az a vicces, kettő is van egymás mellett. Ott a másik csak... Azt a... Csak még nem töltött be. Egyik, másik. Na. Az mi volt? Mint a tojtam volna egyet. Akkor... mennyi mag? Á, ezeket felszedjük. A víz elmosta a magokat, nekem meg jól jön. Aha, itt fel lehet úszni. Lesz egy külön lejáratú kis, kis üzém. Óriási valamim. Egyelőre csak felkukkantok a jég alól. Tört ki. Mi? Ó, te vagy a világ. Na. Jó, akkor gyere, támadj. Jó. Én szerintem visszamegyek most. Vagy kezdjem? Á, elkezdem! Elkezdem kiirtani itt. Wow! Te is meg fogsz halni. Nincs neked olyan sok életed. Szegény. Csúszok itt a jégen. De az abban itt is olyanok vannak, mint abba... Mint abba a nagy izébe. Nincs helyen felvenni. Na jó, akkor ezeket kidobálom, most nem érdekel. Majd szerzek úgyis, most ez a legkevesebb. Ilyen magokat szerezni. Mossy Stone se kell. Na, Bane of Arthropods. Iron Giant Sword. Ó, tök jó, nem is kell megcsinálnom még. Most nem érdekel semmi ilyen, mindent így ki. Csak azért, hogy meg tudjam tölteni. Wool se kell. Kaja az jó jön. Ez milyen? Milyen aluljáró itt? Alagút, meg nem tudom mi. Lőd meg, nem, öt lőd meg. És mindig akkor lő, mikor felütöm.
Köszönöm. Ez az. Őket be kell szorítani a sarokba. Látjátok? Hol vagy? Nekem meg ma alig van életem. Jó, ne gyertek közelebb. Önnél közelebb semmiképp. Viszont jó sötét van, remélem láttok valamit ebből az egész csatából. Mi? Franc? Ohogy üssem le még azt is. Wow. Hú, jó. Elég sok mindent összeszerek így ezekkel. Amíg nem figyel, addig kivilágítom gyorsan. Na gyere, most már jöhetsz. Ezzel megparáltatok. Akkor használom ezt egy kicsit. Itt a vége, fuss el véle. Na, akkor nézzük. Fölfelé, megyünk fölfelé. Na, ezt most már nem hagyhatom itt, ha ilyen közel van. Ah. Visszamegyek oda föntre, megpróbálom onnan még egyszer bejutni. Mi? Ja. Kezdget itt. Hey, csonti, szia csonti. Sziasztok! Hagyjatok békén. Én nem be tudok jutni. És nézzétek meg, jönnek, jönnek, jönnek. Mi a franc? Ó, hogy az a jó élet. A jégen nem tudtam szaladni. Jó, első halálom megvolt. Viszont ha már itthon vagyok, akkor kihasználom az alkalmat és... a cuccokat kirakom. Aj, de értek, minden gyémánt páncélosat megölök. Láncruhás skeleton, ami lő. És lenne két kis skeleton megöl. Á, szeretem, szeretem. Nem baj. Ez is meg volt az első halál. Dobott nekem egy weakness potit. Mi tök jó. Nem kell, nem kell. Ah, van megint 6 hús. 6 hús. Kart. Na, egész jó. Ki kéne ürítenem a táskákat, és utána még mindjárt másabb lenne. Viszont a cuccomat most már lecserélem, ezt most már nem javítom meg, kidobálom mindet, nem érdekel. Égye. Friss páncél, új erő. Rózsaszín, fehér, lila rózsaszín. Összeöltöztem itt a színekből. 4 hexikál eszenciám van. Táskából, hát ide kipakolok. Mindent. Ő nem fákját, nem? Hoppá. Kaja, 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 kell kaja. Ja, kaja az jól jön. Másik? Másikból be több van. Ebből jó sok mindent nem kell. Egy szinte semmi. Na, ezt is rendezzük be. Oké. Okay. Akkor mind a két táskám üres, és akkor ezzel fogok visszamenni, de szerintem az már a következő részre marad. Hát egy kicsit faillett most így a végére. Az a két skeleton, ahogy rám támadott, de semmi gond. Visszamegyünk, megöljük őket, kifosztjuk azt az erődöt, és beköltözök.
Szép kis erődnek tűnik. Szerintem még annyi lesz ebben a részben, hogy akkor visszamegyek oda hozzájuk, és akkor annyi. Tök jó, ez jó. Jó dolog. Ez az erőd. És jó dolog beleköltözni. Az a jó, hogy kettő is van ott egymás mellett amúgy. Mind a kettőt, nem, hagyjál békén, nem érdekes. Mind a kettőt ki fogom fosztani. Aztán meglátjuk, melyik a szebb, és abba fogok beköltözni. Szóval úgy fogom eldönteni. Jó felé jövök én? Jó, á, ott van, jó. És ott egy vulkán. Ah, ez az, vulkán. Vulkánban annyi érc van. Ott előtte mi ez a nagy síkság? Arra. Lehet a bejárat miatt, ahogy oda lekerült. Így. Hoppá! Így ott lebontotta előtte a területet. Majd, hogy ide beköltöztem meg, minden utána fogok elindulni bányászni. És akkor építkezni. Vagyis hát a nagy kemencét azt meg szeretném építeni, jó lenne. Hogy meglátjuk, mik lesznek. Na, akkor itt letáborozok. És akkor folytatom innen tovább. Ez is megint csak egy elég érdekes része sikerült. Tök jó. Jó, nagyon tetszik nekem ez a Hexit. Úgyhogy remélem velem tartotok a következő epizódokban is. Hát még, szerintem még izgalmasabbak lesznek itt, főleg ezt az erődöt itt végig kiszedni. Másik erődbe is mindent. Utána a pakoláshoz majd rám marad, azt megcsinálom én. Az nem lesz a videóba, rendezkedtek. Úgyhogy ennyi a terv, aztán utána bányászat, stb. Majd meglátjátok. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!